2022. október és november között 16. alkalommal kerül sor Magyarországon népszámlálásra. Ahhoz, hogy a munka rendben menjen, a polgármesteri hivatalok számláló biztosokat bíznak meg, akik fizetséget is kapnak. Volt egy elsőkörös jelentkezési határidő, ami július 29-én lejárt. Az idáig is sokan jelentkeztek, de még több emberre van szükség, ezért Szekszárdon augusztus 15-ig most meghosszabbították a jelentkezési határidőt. Keresett kiegészítésnek azt gondolom jó lehet, hiszen 200-300 ezer forintot is megkereshet valaki nagyjából egy hónap alatt. Úgy néz ki ez a számlálóbiztosi munka, hogyha jelentkezik valaki, akkor neki tulajdonképpen egy számítógépre, illetve internet elérésre van szüksége, nyilván e-mail cím és egy telefonra. Az ehhez szükséges felkészülésre, tehát a számlálóbiztosok felkészítéséhez. 2022. október 17 és november 20 között zajlik majd a terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak számlálóbiztosok közreműködésével teljesíthető, online nem. Nekik a munkájuk során körülbelül 100-140 kérdőívet kell majd kitölteni. Ezeket munkaidő után el lehet végezni ezeket a feladatokat. Tableten zajlik egyébként a kitöltés, és a kitöltéshez szükséges tabletet pedig a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja. További 20-30 számlálóbiztos jelentkezését várják még a Tolnai megyeszékhelyen, akik a kitöltött jelentkezési lapot és a hozzátartozó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot elküldhetik Szekszárd megyei jogú város jegyzőjének postai úton, vagy leadhatják személyesen is a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.